Éppen jó reggelt, másik nap estén, éppen tévézek, nézek ilyen reklámokat, érdekes látni az árak, meg ilyenek. Emlékszem, amikor elköltöztem állnom, voltak olyan reklámok, hogy nyer kocsit, vegy ásványvizet, és nyerhetsz belőle kocsit. Van valakit, aki ismer valakit, aki nyert kocsit Magyarországon, bárhogyan? Van valaki? Ez igaz? Én úgy gondolom, hogy kamu. Little Barrel-nak férfiaknak bugyit. Nőknek is. Csak két tangodarabok. 1879? Oké, okay. Vegyük Little. reggeliztünk, átmentem másik hotelbe, ott a Kalaszban csak egy éjszakáig voltunk. Az volt $200 éjszakánként, $1,300, úgyhogy csináltak a matekot. És nekem nagyon tetszett a szoba, mert szerintem azért már oda fel lehet menni. Ágy is nagyon jó volt, minden nagyon jó volt, fürdő is szebb volt. Ahol most vagyunk, nagyon belvárosban, Váci utcán, itt jó szálda, inkább $88 naponta. De viszont itt a reggeli milliószor jobb, vagy háromszorosan több választék van, amit megértem, ott Kálaszban nem volt sok ember, kisebb hotel is, de viszont itt wow, olyan húsok voltak, ilyen nagyon jó minőségű sonkák, mindenből kipróbáltam. Kávé oké volt, de viszont volt pezsgő. Szóval ez már megérte, nekünk benne volt az árba, viszont nem tudom, hogy ez csak az valamilyen deal volt, ahogy mi vettünk, de ha valaki itt bérel, akkor hozzá lehet adni $15 naponta, $15 naponta reggelért. Szerintem nem tudom, hogy megéri-e. Nagyon sok választék volt. Volt még virsli, volt krumpli, volt lecsó, volt még kétféle tojás, volt müzlik, pár kenyérdarabok, ilyen van péksütemény, keks, joghurt, és volt, nem volt mandulatej, de volt szójatej, úgyhogy azt tudtam inni kávéhoz. Másik helyen nem volt ilyen opció, szóval ez van mára. Először megyünk fogorvoshoz, és nem tudom, hogy mit fog csinálni. És később megyünk, el akarunk menni az Anna kávézóba, Váci utcán, mert itt töltünk pont mellette, de soha nem voltunk. És tudom, hogy már több mint 15 éve nyitva van, úgyhogy jó helynek kell lennie. Szóval ma megpróbálunk elmenni oda, utána egy kifejezébe. Ja, most egyelőre. Ennyi. Foci nézek. TV a tükörbe. Ez a reggelire. Ott van champagne, és lehet hozzá bele tenni. Hol? Ott áll. Ez a kaja. Ott van lecsó. Sok minden. Szeretem a kenyérhez. Jó ötlet. Itt jobb, mint a drágább szállodában. Képzeljétek el. Csak mimózát. Mimóza. Nekem is egy picit, csak egy korty. Ez nekem is mimóza. Enough. Yum. Oké, eljöttünk Margit szigetre. Nagyon hideg. Megint könnyezik a szemem. Mindig olyan rosszabb bőröm. Neked vagy nekem? Neked nem? Még nem. Mindig olyan rosszabb bőröm a utazás után. Hoztam már mindenféle krémeket, tisztítok. Száraz a levegőt azért. Hát szerintem Kaliforniában. Nem még szárazabb. Itt sétálunk most. Hidegben. Yeah, menjünk.
Olyan nagy itt a hely, olyan sok fű van, whiskynek imádna körbe-körbe futni. Aki ugyanolyan méret, mint ők. Uh-huh. De én nem érti ezt. Milyen jó illatom. Ott valami bogyó nő ezen a fán, ami lehet, hogy egy kicsi. Uh-huh. És a madarak csiripán. Uh-huh. Mennyiféle fa van itt? Ott van valami piros bogyók. Nézd ki, kicsi. Emlékszem, mikor iskolába jártam, akkor nézd csak ott nő, azon a fán nő a gomba. Ekkora. Van valahol, mintha japán kert, kind of. Amit nézem meg. Technosok voltak legalábbis. Arra emlékszem. Uh-huh. Emlékszem, mikor múltkor jöttünk ide 17-ben, akkor azt lefényképeztem. De emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor jöttünk ide iskolával. És kellett összeszedni más-másféle levelek. Milyen szép ez, hogy sárga és zöld. Ebből a fából esnek ezek a monster tüskés bombák. Most egy leesett. Ja. Ilyen szép ez. Mi ez volt? Oh. Valaki itt régen lakott. Szerintem. 13. század. Kolostor. Tudtam, hogy kolostor. És hol a többi része? Leesett. Érdekes. Valaki ezt kézzel építette. Szalaga volt. Lebontották. Itt egy része. Oh, wow, elég nagy. Innen lehet látni, mondom. Hátulról nem volt. Volt szálló, de lerombolták. Nem érzek semmit. Megcsináltattam fogaim. Pártam is. Zöld. Megyünk kávézóba. Tudok szívószállal inni. De nem fogsz tudni szívószállal inni. De tudok, ha beleteszem a nyelvőmre. Iskola után, vagy előtt jöttünk ide reggelért. Itt van pont az áj. Az a tér. Itt valamikor jöttünk lógni. És ott van egy játszótér, ahol mentünk. Ott, abban a játszótérben mentünk. Ebben a bolba vasároltunk mindig. Ja. Ó, bricsőke. Tudom, hogy bent volt ilyen kinderpingvin, meg ilyenek. Nem volt ilyen antibiotikumokkal, tudod, forma. Ó, leesett. Leesett. És nézzük. Oda bemennék. Abba a bazilika. Aha. Ott a bazilika, és most még egy kifezdébe. Nem, mit lesz mindjárt? Teljesen másik, mint volt. Puli. Jaj, lesz. Oké, szóval ez a hely, ahova akartunk bemenni, bezárt. Kinyitottam az ajtót, és mondja, hogy bezártunk. Mondom, holnap? Bezártak teljesen. Out of business. Ami nagyon jó. Ja, mert nagyon jó, nagyon jó feedbacks, reviews voltak neki, és eltűnt. Oh, yeah. Itt a bazilika, és mindjárt mutatok valamit. Lehet, hogy finom. The box, ez a The box. Ugyanaz, más. Volt egy, hogy mondják, iskola, hold on. Volt egy iskolatársam, akinek látod abba a sárga building. Ez, ott lakott. Ja, milyen jó hely. De nekünk jobb volt. Igen, de itt is szokott lenni a karácsonyi vásár.
Ezek mind, ja, ezek mind ilyen új helyek. Erre itt azt hiszem volt ez az oldalon, de úgy mások, mint újak. Ja, itt énekeltem. Kórusba énekeltem. Oké, szóval ez bazilika, és nézzétek, ott oda jártam iskolába, és most építenek szállodát. Ott volt fenn itt ahol van ez a barna, itt volt az öltözőnk, a lány átöltöző, és az mind a tető volt az a Pi, Jim, Tesi. És a mi ablakunk volt, azt hiszem, itt, ezen az oldalon. Ja. Milyen szép a mellett következő épület. Nézd meg, mennyi sok volt, ilyen ablakot megcsinálni. Hú, kutyaj! Oké, menjünk enni máshol. Brent Brassuit kérek, jó? Mi lenne, ha én még a csirkemel is kérek mellett? Nekem nem elég egy darab. Várj, galuskával kérek. Nokerdiben. Nem kóstolom paprikás csirkemel, elfelezzük. Felezzük mindent, de én kérek a schnitzel. Te meg. Mivel? Sülkrumplival mivel? Ott láttam, ilyen burgonyan darabok volt valakinek falinak. Az nem a petrozsémos burgonya, yeah. Vagy burgonya püré. Püréztünk. Melyik jó? Püréztünk. Akkor kérite a... Schnitzel akarok. A schnitzelhez nem kell püré. Püré kell, tudod mihez? A csirkemelhez. Nokedlivel, a brassui az pürével. És a csirkemel csak mellette sima mell. Nem kell köret hozzá. És a schnitzel? Az a schnitzel. Neki nem kell mellette semmi köret, csak a csirke. Cupcakes. Mennyi volt ez? Nem tudom, 3 euró? Itt van. Milyen nagy. Nézd meg ez a... Sörök. Brassói. Olyan jó illatú, olyan... Itt van a schnitzel, amire jöttem. És csirke paprikás. No kedvel. A mellette lévő is érdekes, ugye? Bár én kipróbálnak azt is. Almás karamellás, az jól néz ki. Az mi? Tűzillányos. Vettünk egy Eszterházi. Hol vagyunk? Jégbár. Itt van nálam számla. Eszterházi. Egy forró csoki. Zserből. És nekem egy punch. Punch? Punch. Punch tarta. Új, és egy kávé. Ez volt 1000 valamennyi. Kávé. Ez rostos. Az rostos? És a csoki volt rostos. Drágabb. Ezek mi volt? Nem, ez 800 valamennyi volt. Fizetünk ezért mindenért. 3 süti, 2 szóval ital, 3470. Ital nélkül az nagyon olcsó lenni, talán drága. De ez 3 dollár? Mondjuk ja, nálunk is 3 dollár. Szerintem tök jó volt, és olyan szép hely. Itt egy fiú játszik cellót. Ott van bár is, van fagyjuk is, fagyi is nagyon jól néz ki. Nagyon szép kis hely.
Finom. Finom. Nem igaz, ez a házi, de finom. Nem igaz, ez a házi. Ez nagyon jó pont, hogy szeretem. Az finom. Nem mondom semmi. Nagyon jó. Több diókja. Elég édes. Nagyon jó. Ez jó. A puncstorta nagyon jó. Olyan, ott még rum is van benne. Ja, ja. Ez olyan, mint a azért régi, az olyan klasszikus rumos, olyan puncsos. Ja. Mm, ez finom. Ez legjobb. Itt van a soproni medgyes sör. Tegnap ittunk a Málnás, és nagyon jó volt. Kell venni, még. Ja, kell venni. Akarok menni Lidl-ba megnézni. Amúgy szerintem Spárban jobban több cucca, mint ebbe a Primába. Prima. Nem tudom, milyen volt ez, valami újdonság Prima. Nem, mert kisebb, mint a Spár. Az, ami mondtam a sörös helyre, hol Marietta vitt, uh-huh. Abba ilyen volt, ilyen piros, ilyen megyes sör. Ez jó. Itt befejezem ezt a vlogot, mert el fogom felejteni. Elköszönni megint. Rövid nap volt, elmentünk kajálni. Tegnap. Nem nagyon csináltunk semmit. Elmentünk a fogorvoshoz, megcsináltattam a mit kellett, utána mentünk magyar kaját enni, kifőzdébe. Most találkoztunk nagynénime, találkoztunk tegnap előtt. Tegnap előtt volt. Oké, ennyi.